Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Sávval szemmel legújabb adásában. Én Bence vagyok, és itt ül mellettem. Gábor, én. Így van. Igen, én vagyok. Így még van. Mi mindig. Hát ez a nagy Sávval szemben. Tudjátok, viszünk néha egy kis fűszert, ebben már az unalomig hajszolt legújabb, legfrissebb következő. És különösen az, aki visszafelé halad az időben, el se tudja a timeline-on helyezni, mert mindig az az élménye, hogy az ma sült ki. Tehát valami, mint valami nagy instant kaja, hogy ez mindig rohadtul friss. Így van, és most megpróbálkozunk egy újabb rovatszerű valamivel, ez egy ilyen rövidebb ajánlós buli. Igen. Ezzel azért nem a nagy számokra törünk, bár azért sose voltunk ez a hihetetlenül rommá klikkelt podcast, de ezzel szerintem garantált a 200-as liga. Klasszik. A klasszik, ahol a mi helyünk van, már nem merem a 20-ast mondani, mert annó az volt, tudod, a 20 klikre, most egy kicsit fejlődtem a 200 klikre, de lehet eljön egy nap, mikor majd azt mondjuk, hogy hát ezt csak 20 000 klikre csináljuk meg. Ez egy ilyen rövidebb ajánló lenne, és ez azért egy nem olyan könnyen elérhető film. Nagyon nehéz. Én ezt még annó tavaly szeptemberben láttam a koreai filmfesztivál keretében, és akkor már el is mondtam, hogy igazából itt egy koreai filmről lesz szó. Ez a 2013-as Új világ. Azért mondom, hogy 2013-as, mert van egy sorozat is, ami Új világ, és az úgy kb. Így mostani. Igen, és beírod a keresőbe, akkor garantáltan azt fogja kidobni. De ezért nem könnyű megtalálni. Igen, de én összekötném ennek a rendezőnek a Netflixen elérhető filmjével is, mint egy ilyen mini ajánlót, így nem az lesz a középpontban, de te vagy jó a címekben, úgyhogy... Éjszaka a paradicsomban annak a filmnek a címe. Azt is ajánljuk a Netflixen, azt megtaláljátok. Igen, egyébként mind a két filmnek ismertető jele, hogy nagyon naturalista és könyörtelen. Ezek mind a kettő egy gangster eposz, mondhatjuk így, és szerintem mind a kettő leszámol ezeknek ezzel a túl romantizált, túl cizellált, nagyon amerikai közönségre szabott forgatókönyvével, hanem kőkeményen a realitás talaján mozog. Mind a brutalitásban, mind a szálakban, tehát mind a két film olyan, hogy ezt reálisan el tudom képzelni, hogy megtörténhetne. Lehet, hogy valakinek pont ezért nem lesznek ezek annyira erős dobások, mert hiányzik belőle ez a forgatókönyv, nagyon csavaros forgatókönyvekre jellemző, nem várt giganagy fordulatok, de a feszültség meg a figyelem végig fönntartva marad mind a két filmnél. Igen. Csak itt mások az eszközök, tehát itt a jellemek, a motivációk, ezek az apró rezdülések, ezekből tevődik össze. Iszonyat nyers. Nagyon nyers, nagyon nyers. És hogyha mondjuk egy kicsit kitérünk az Éjszaka a paradicsomban, így van a címe, igen, ugye? Ott akció szempontjából nagyon sokat kell várni, de az az akció jelenet a film végén olyan tetőpont, meg annyira kerek, és a helyére tesz minden szálat. Igen. Az végül is, hát hogy lehetne, az is egy gangster film, de valahogy úgy képzeljétek el, hogy kaptok még egy utolsó hetet, vagy mennyit kapott a főszereplő, uh-huh, mennyi az idő, hogy van egy heted, tudod, hogy neked itt lefőtt a kávé. Hát igazából nem, hát az van, hogy el kell mennie egy szigetre, ahonnan majd jön neki a transfer, mert hogy azt mondja neki a főnöke, hogy ki menekíti innen, mert hogy már nincs maradás a Szöulban. Így van, de hát valahol nagyon hamar összerakja a képet, hogy ez a fajta weekend, ez nem csak egy hét pihenő, hanem egyfajta kilépő a gangster világból és az életből is. Nagyon-nagyon ajánlom. Nagyon-nagyon ajánlom, de menjünk rá a fő filmre. Jó. Tehát Új világ. Hát igen. Én már harmadjára láttam most, és még mindig volt olyan elem benne, még mindig találtam, ami meglepett, hogy így ráeszméltem, hogy basszus, tényleg. Hát ezt a filmet, hogyha nagyon föl kéne tenni így a palettára, akkor nagyon hasonló, mint a Tégla című film, ami ebből a szigorúan piszkos ügyekből készült amerikai remake. De hogyha olyat vártok, akkor annyira nem lesz teli találat. De szerintem mind a kettőt kenterbe veri.
Én is azt gondolom, hogy ez egy jobb film. Számomra jobban tetszik, annak ellenére, hogy én kedvelem mind a téglát, mind a szigorúan piszkos ügyeknek a dramaturgiáját, és én nagyon együtt tudok rezegni ezekkel a nagyon-nagyon fordulatos, csavaros forgatókönyvekkel, és tudom őket szeretni. Viszont közelebb áll a szívemhez, amikor valami ilyen szoros kapcsolatot ápol a valósággal. Itt is az alaphelyzet nagyon hasonló, mint a téglában, csak sok minden árnyalja ezt a történetet. Ismertessünk egy alapszitut, és akkor utána egy kis spoileres szekcióban megvitatjuk, hogy ez miért erős. Jó, ez hát ugye az a lényege, az az alapsztori, hogy egy nagy gangster konglomerátumnak a főnöke, vezetője, elnöke, ugye elhalálozik egy baleset folytán, és hát van három örököse, akik között szét kell osztani a trónt, vagyis hát valamelyikük el fogja foglalni a jogos helyét a trónuson. Na most a rendőrség pedig megpróbálja ezt az egész elnök választást meghekkelni. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a maffia fejére megpróbálja azt az embert bejuttatni, akiken keresztül a rendőrség a legtöbb befolyást meg tudja szerezni a maffián belül. És itt ugye három karakter van. Az egyik karakter egy, hát hogy lehet jellemezni az öreget? Na neki például pont nem tudom a nevét az öregnek. Nem annyira lényeges szerintem itt ilyen névszempontból. Hát menjünk akkor, hogy az öreg. Jó, maradjunk így, hogy van. A szerencsés harmadik. A szerencsés harmadik, aki hát egy ilyen, hogy az abszolút fekete ló, ő az esélytelen a három jelölt közben. Igen. Nincs akkora támogatottsága. Van, meg már ő ki is lép ebből az egészből, nem foglalkozik vele úgy igazán. Igen, akkor van egy... Van a kínai maffiával is, hát igazából a kínai maffia, vagy hát azzal szoros kapcsolatot ápoló Chong Chong. Így van, ő egy klasszikus gangster, tehát ő az, aki nyakig benne van, és az egyik legnagyobb esélyese ennek a maffia főnökségre. Igen, és ugye az ő alvezére úgymond a főhősünk, a Jasong. Így van. És aki mellesleg, hát egy beépített zsaru. Így van. Tehát így ezt van. Azért nagyon hamar megtudjuk. És a Squid Game-ből a színész játsza, aki a szerencsejátékost is játszott. Igen, a Squid Game-ből ismerhetitek, és itt is nagyon-nagyon jól játszik, de itt egy olyan szinten beépülő karakter mellett van, tehát igazából nem ő a jelölt így első körben, hanem ő a jobb keze a jelöltnek, hogy pontosak legyünk, de olyan szinten benne van ebben az egész ügyben, hogy már 10 éve gyakorlatilag a jobb keze. Így van. Ennek a másik mafiózónak. És hát ugye van a harmadik, a másik nagy esélyes, az a Jongo, aki hát mi csak úgy jellemeztük őt, hogy ez a Liu Jin fejű az Old Boy után szabadon. Ő úgymond az jogos örökös, tehát őt mondják a jogos örökösnek, mert hogy ő volt a főnöknek úgymond a valamilyen alvezére. Igen. És hogy ő úgymond a jogos örökös, és akkor hát ezt a rendszert próbálja igazából a rendőrség így, ilyen formán meghekkelni. Szerintem ugorhatunk a spoileres részre nyugodtan. Igen, tehát így ennyi, ami, de hát ezt nagyon hamar ismerteti a film, de hogyha ennyit tud az ember elsődlegesen, hogy itt azért négy karakterről van szó, tehát nem véletlenül mondtuk, hogy igazából három jelölt van, ami kibővül a rendőrség jelöltjével négyre, ebben érdemes úgy tájékozódni a film elején. Ad hozzá azért mankót, de én azért kérdezgettem a Bencét az első fél órában, hogy pontosan ki kicsoda, tehát lehet, hogy ennyi forrelőny érdemes hozzá. Nagyon-nagyon ajánlott darab szerintem. És akkor kanyarodjunk rá a spoileresre. Jó, hát igen, tehát eléggé hullanak ebben a filmben a fejek. Már alapból úgy kezd.
Igen, igen. Tehát hogy itt lehet érezni, hogy itt ez nem arra fog építeni ez a film, hogy akibe írtak 4 mondat forgatókönyvet, túléljen bármit. Igen, tehát hogy amikor már egy filmnek a nyitó képsora, tehát amikor fölgördül a függöny, azzal nyit, hogy egy véres rever csókát éppen faggatnak, majd utána folyékony betont itatnak vele, akkor azért tudod, hogy milyen filmre rendezkedtél be. Igen, tehát hogy ez nem egy ilyen romantizáló, nem nagy monológokkal dolgozó film, tehát itt nem úgy gondolkozik a maffia, hogy végtelen hosszú monológba beavat az utolsó részletig, és akkor minden meg van tervezve. Ez ennél egy egyszerűbb keretrendszer, amiben ez a maffia gondolkozik. Szerintem érdemes összevetni ugye a két maffia vezérnek a stílusát és habitusát, mert ugye mind a kettőben nyerünk egyfajta betekintést. Hát ugye a Django, ő ez a megtestesült elegancia, drága éttermekbe jár, ő ez a, hogy mondjam, ez a úri gangster. Így van. Ékes szólással beszél. Igen. Folyamatosan stílusan öltözködik, megadja a kellő tiszteletet, akinek úgy gondolja, hogy meg kell. Igen, ő az a kategóriájú gangster, aki megköveteli ezektől a sutyerák embereitől is, hogy az elit étteremben kell a tökéletesen megsütött marha lábszárat fogyasztani már reggel, meg föltenni hozzá a szakálkát, és ez az úgy meglehetősen nevetséges, hogy ezek a tagbaszakadt tagok ott lögybölik a bort a társaságában, de mégis van valami nagyon rideg és metsző ebben a fasziban. Hát, meg azért ne hagyjuk ki, hogy egy építkezés vezetője, és már úgy, hogy se ablak, se ajtó nincsen, már be van rendezve az iroda bárpulttal, bőrfotellel, bőrkanapékkal, dohányzóasztal. Tehát, hogy egy teljesen ablakok nélküli emeletre is ő megadja, hogy ott legyen bárpult a legjobb szkácsokkal, viszkikkel, italokkal, és szerintem egy millió dolláros ülőgarnitúrát ver ott az eső, hogyha kicsit viharosabb idő van, de ezt ő csak azért viteti oda, mert ő akármire nem ül. Az elegancia, az elegancia, a stílus. Ő maga a stílus, és hát vele összetűzésbe keveredni, hát nem biztos, hogy a legkifizetőbb. Hát az öregeket is befenyíti, ugye, hogy szeretnéd, hogyha a fejed a helyén maradna? Igen, akkor támogass. Igen, akkor oda szavazol, ahol én vagyok. Milyen tehát van? Ugye ez azért egy nagyon más... De mindezt amúgy ilyen kifinomult tisztelettel, tehát hogy nem rájuk parancsol, hanem így fölvázolja az eshetőségeket, és akkor kire szavazol? Hát akkor rád. Igen, és közben így kinyújtja balra a kezét, amiben már automatikusan a csicskásai belehelyezik a viszkit. Oda se néz rá, és úgy veszi át. Tudja, hogy ezt jól kell belehelyezni, azt elrontod végig. Azt kimegy, ki lögybölsz belőle valamit az ülőgarnitúrára, ott akkor te fogsz leesni. Zseniális. Az emeletről. És hát vele szemben ugye Csong-Csong karaktere, a másik potenciális, az meg maga a totális hedonizmus. Hát igen, de... Tehát szakadt göncökbe, olykor mezitláb, olykor ilyen klumpába. Igen, de ő egy ilyen, egy kicsit ilyen bohókás kretén benyomását kelti, és sokáig a filmben nem is tudod annyira komolyan venni őt, mint egy gangster vezért, mert az egyik fő szokása, hogy az egyik csicskás bármit csinál, ha jót, ha rosszul, annak a jutalma egy pofon, egy fenékberúgás, vagy neki repül egy klumpa. Tehát, hogy ez általános, és ha valaki más követel hibát, akkor is rendszeresen ezt a csávót üti pofon, mert ő már megszokta. Tehát ő egy olyan fajta gangster főnök, akiről nem is érted, hogy juthatott el odáig, de amikor valaki beleköp a levesébe, akkor megismerjük azt az oldalát, hogy ő egy nagyon különösen kegyetlen állat. Igen. Tehát ő is az a típus, aki, hogyha helyzet van, akkor ezt a bohókás, hedonista, őrült oldalát zárójelbe teszi, és hát nem nagyon kérdez tőled. Igen. Hanem betesz szépen a helyedre egy ilyen kis... Egy ilyen hordóba. Egy ilyen hordóba, és vissza a folyó mélyére. Így van. Tehát két nagyon, nagyon ellentétes karakter, így és van, ez is ad egy jó dinamikát a filmnek. Meg hát ugye ő esetében ő nem jár fancy éttermekbe, tehát hogy ő a klasszik kínai, itthon is megtalálható kínai étterembe beül a brancsal.
Igen. És szákét iszik, nem szkácsot, tehát, hogy... Igen, és az öltözete sem tükröz semmilyen fajta eleganciát, sőt, olyannyira... És a beszédstílusa sem. A beszédstílusa sem, és olyannyira, hogy mindenből hamisítványt vesz, mert ő inkább abban utazik, hogy messziről hasonlítson az eredetire. Igen. Na most ez a két gangster főnök között mindent elmond, tehát, hogy az egyikük az azt mondja, hogy nem azért hordok eredetit, mert nem tudnak jó hamisítványt, hanem nem jöhet szóba, hogy nem az eredeti van rajta. Ő meg nem érti, hogy minek rá annyi pénzt áldozni. Hogyha a hamisítvány is néz ki olyan jól, nem? Igen, hát így elég hamar meggyőzik. Jó, hát van ilyen némi alapzaj, mobilok bekapcsolva maradnak, vérprofi a podcast. De szerintem ez ad az egésznek egy jó színezetet, meg hát ugye a téglából ismert másik vonal, hogy a főszereplőről ugye csak mi tudjuk az elején, hogy beépített zsaró, és itt teljesen más szemszög, vagy más szemmel tekintjük a bohókás gangster főnökkel vitt szálakat, jeleneteket, de hát ők már ott a 10 év alatt igazi barátok lettek, tehát ez a beépülés is árnyalódik, hogy mennyire, hány százalékban rendőr még ez az ember, mennyire emészt föl téged az a környezet, amiben már 10 éve benne vagy. Egyébként kis fun fact, ezt általában én szoktam hozni, amikor ugye lebukik, mert lebuknak, mert kinyomoztatja a csávó, hogy kik a beépített emberek, és a Gábor kérdezte tőlem, hogy őt, ugye a két, hogy hívják ott a két, tehát a főhősön kívül két beépített embert, akit még lenyomozott, azokat ugye különös kegyetlenséggel kinyírja. És a Csong-Csong, és kérdezte a Gábor, hogy őt miért nem ölte meg, és abban a pillanatban, a jelenetben is megkérdezi a ügyvéd, hogy miért nem ölte meg a Jasongot. És a film végén van egy ilyen kis nitt, ami erre enged egyfajta rávilágítást, de hogy én arra gondolok, még így utólag belegondolva, hogy nem megölte, hanem megbüntette. Mert végig kellett néznie, úgyhogy ő benne tudatosult, hogy a srác is beépített, mert tudta, hogy van még egy beépített ember, és végig kellett néznie, hogy különös kegyetlenséggel kivégzik őket, sőt a mentornőjét ő magának kellett. Hát és igen. Szerintem úgy volt vele, hogy ez kellő büntetés, mert igazából, mint testvérét szerette, szerintem nem akarta megölni, hanem úgy volt vele, hogy akkor viszont végignézett, hogy mi lett volna veled. Hát de hát az egy zseniális jelenet, amikor mi tudjuk, hogy megszerezték a rendőrségtől ezeket a titkosított fájlokat a hackereken keresztül. És akkor, ahogy odahívja, és elkezdi lapozni, hogy hát tudod, megszereztem az adatokat, vannak itt árulók, és akkor fölnyitja, tudod, azt a ládát, vagy azt a hordót, benne van a csaj, aki ugye egyfajta kapcsolattartó is igen. volt a főszereplővel, és a főszereplőnek odaadja, hogy fia, addig lapozgasd, és ott elmond egy ilyen kis történetet, hogy tudod, mi lesz a patkányokkal, meg hogy ezeknek milyen, és ahogyan tudod, lapoz benne, de rengeteg az oldal, és nem tudja, hogy ő közte van-e, vagy a következő oldal ott lesz-e az ő fényképe. Sízad rendesen. És olyan színészi játék van, hogy rendesen gyomorgörcsöd valamíg nézed, vagy valami hasonló az életedből fölsejlik, hogy na, ez borzasztó érzés lehet. És ugye az a büntetés, hogy neki kell megölni a nőt, az is zseniális, meg az a kín, hogy basszus, lehet, hogy rólam is tudja, de nem jön le róla a teher, mert ez bármikor kiderülhet. Igen. És utána mi a film végén megtudjuk, hogy tudta. Tudta, hogy ő beépített rendőr, de valahol meg olyan szinten egyek voltak, hogy tudta ő is, hogy ő nem egy olyan spicli, mint amilyen a többi volt. Igen. Hanem ő már sokkal inkább ide tartozik. Így van. Olyan... És ezért nem ölte meg. Meg hogy nem adta ki soha őt, mert a 10 év alatt nyilván kiadhatta volna, hogy olyan dolgokért, hogy elítéljék, de szerintem ő tartott vissza a Kang nyomozó, akinek az egész pecsenyesütése, ahogy mi neveztük, a fejéből kipattant,
Úgyhogy a kettejüknek ez egy ilyen barátság története is ez. Uh-huh. Ilyen mafia. És az a végén az a kis jelenet, az a 6 évvel korábban, az foglalja az ad neki egy keretet, igen, a legvégén, ahol bennem is egyértelmű volt, hogy ők egymás életét nem egyszer mentették meg, és rengetegszer megtehette volna, az a jelenet is mutatja, hogy bemegy, és hagyja, hogy kinyírják, de utána megy, megmenti az életét, tehát, igen. Hogy ő tényleg már inkább oda tartozott. És hát itt a Kang nyomozóra még érdemes kitérni, aki megtervezte ezt a nagy tervet. A pecsenye mester? A pecsenye mester, igen. Hát igen, Mr. Pecsenye. Kang nyomozónak a nagy ötlete, hogy beépíti a maffiába az embereit, és onnan fog infókat szerezni, de neki ez nem volt elég. Nem, mert kitalálta, hogy igazából a két potenciális jelöltet egymás ellen uszítja, még a Jasongnak azt hazudja, hogy a Chongchong lesz a befutó, és végül az ultra pecsenye az, hogy a szerencsés harmadikat tolja be. Igen. Tehát itt a nagy sakjátékos, ez a mindenfajta karizmával nem rendelkező Mr. Kang. Kivénhet, kiégett olyan, akin egy élet átgázolt. Tehát egy dömper átment rajta, zseniális a színész, ahogyan hozza ezt a karizmát. Egyébként az Oldboyból az Odessu. Igen, az Odessut, hogy hát zseniális, ahogyan hozza ezt a zsarut, ahogyan egyszer valaki, akinek de az a filmben a csattan, hogy ennek a faszinak igazából nem osztottak lapot soha, de teljesen elhiszi. És megérzi. És elkezd játszani, és megérzi a játék ízét. És úgy játszik az embereivel, meg azoknak az életével, sorsával, mint te a sakktáblán, a figurákkal, hogy nem fogsz egyet érezni a lóval, ha leütik, hát van ilyen. Na, ő körülbelül így dobálja be az embereit. És az ő fejében az egyik nagy terv az, hogy egymás ellen fordítja az előbb ismertetett két gangster főnököt és azok embereit, azok majd kicsinálják egymást, és akkor a harmadik jelölt, az öreg majd befut, aki egyébként szintén egy zsebretett embere. De közben jön egy olyan fordulat, hogy de mivel a jobb keze volt ennek a gangsternek, a beépített zsarusrác a főszereplő, a Squid Game-es színész, hogy akkor majd beteszem őt, nekem az is jó. És olyan méretű játékot akar játszani Mr. Kang, ő visszautasítja a pénzt, én nem vagyok megkelhető, mert ő úgy gondolta, hogy átveszi a maffia fölött az irányítást. Na és hát ez az a kabát, ami el van mérve. Igen, de nagyon maga alá teríti a kabi. Igen. És ahol szerintem Mr. Kangnak a sorsa végleg megpecsételődik. De érted, annyira bizalmatlan pöce a Mr. Kang, hogy még a Jasong, ugye a főhősnek a felesége, aki terhes is egy beépített ügynöke, hogy kémkedjen a Jasong után, aki kémkedik neki, és jelent, érted? Tehát, hogy ez milyen, hogy beépít egy zsarut, akinek megfosztja az életét mindentől, de még az intimitását is megrabolja, mert ő választ mellé feleséget, aki az ő besúgója, mert paranoiás Mr. Kang. És ő tudod, mivel intézi el ezt az egészet? Annyit mondta, hát ez egy ilyen munka. Nulla lelkiismeret. És Mr. Kang, a nagy bábjátékos, a nagy bábmester egyszerűen rádől a színpada. Ez erről szól. És a végén már ő elhiszi, hogy ő a marionett bábukat mozgatja, de már nincs rajta Damil. Csak rángatja a kezét, és egyszer csak meglepődik, hogy már senki sem úgy táncol, ahogy te fütyülsz. Ez a vonat és már el... És kitalálja, hogy inkább elmegy nyugdíjba. Igen. De hát ez a nyugdíj, az korán jön. Hát az hamar nyugdíjazzák őt. És Mr. Kang ennek az egész történetnek, míg nézed a gangstereket, velük tudsz együtt érezni. Igen. És amíg nézed ezt a rendőrt, egyértelmű, hogy erkölcsileg ő szerepel a legdurvábban. Hát meg a harmadik szerencsés. Hát jó, meg a vénember. Tehát ők ketten elviszik az abszolút pöcedíjat, ahogyan mi szoktuk mondani, mert az elegáns gangster az méltósággal száll ki a játékból. Igen. A főszereplő és a másik srác között is ott van a kegyelem, hogy nem adja ki a barátját. Igen, és akár mondhatjuk, hogy a Chongchong meg hősiesen távozik a játékból. Tehát... Így van, egy hősként, és tényleg méltósággal. És itt az öreg nem tud méltósággal sem beleülni a trónba, mert ő is sokat akar, és Mr. Kang meg végképp
érvényesen leszerepel. Igen. Tehát ő az, aki ennek az abszolút egyébként népontja. Nagyon kevés poén van a filmben, de nekem az abszolút kedvence, amikor Mr. Kangnak mondja a rendőr főnök, hogy légy szíves, ne basztasd a növényemnek a levelét, mert légy szíves, ne, és tovább basztatja, és így leszakad, és sutyiba, és az is azért mekkora jellemrajz már, nem? Igen, ott minden kiderül Mr. Kangról, hogy ki beforgatja azt a szart sutyiba, és így félszemmel figyeli, hogy még olvassa az iratot a rendőrfőnök. Hát ugye ezért az apróságért nem vállalja a felelősséget. És Mr. Kang, beszéltük, hogy 3-4 vagy akár 5 dolgot is elmér, és ebből az egyik az az, hogy beépíti ezeket a szerencsétleneket, és úgy bánik velük, mint a kutyával. Tehát, igen, hogy nem ad nekik reményt, mindig hazudja, hogy már csak 1 hét, már csak 2 hét, de mindig van egy újabb meló, és amúgy ott rontja el a főszereplővel is a játékot, hogy végigcsináltatja vele, gyakorlatilag majdnem, hogy megöleti vele a saját barátját, majdnem, hogy itt tartunk, és utána azt mondja neki, hogy jó, de innentől kezdődik az igazi meló. És ott, igen, már látod, hogy figyelj, Kang, ez nem fog átmenni. Tehát elméri ezt a kettőt, elméri azt, hogy meddig érhető el. Elméri, hogy nem avat be több rendőrt, hogy kik a beépített rendőrök, hogy megvédje őket, ugye az inkognitó védelme miatt, de igazából azért, hogy ő kontrolláljon mindent. Persze. Visszautasítja a pénzt, mert játssza az erkölcs bajnokát, nem tudod, hogy mire. Azt is elméri, mert elmondják neki, hogy figyelj, jut is, marad is, megosztozunk, ti elmondjátok. Igen, hát hiszem... csong, tiszta sor, lefedi. Figyelj, elfogadod a manit, fogod kapni havonta ugyanezt az összeget, jó lesz nyugdíj alapnak, igen, akad le rólunk. Igen. Mert nem lesz jó vége Mr. Kang, mert túl nagy az eké. Igen, túl nagy az eké, és Mr. Kang folyamatosan hibát hibára halmoz. És aztán a végén rádől. De hát az a jelenet, amikor előadja azt, hogy na innentől hogy fog menni a játék, de már nincs mögötte semmi, és karizma se, hanem ül egy horgásszéken, kihízott zekében, ott így, és osztja, de úgy, mint te egy rühes kutyának, hogy a helyedre idemész, és tudod, ott az a karizma különbség, ami van, hogy figyelj, te belőlem egy gangster főnököt csináltál. És te tudod kb. Egyedül, hogy én egyébként egy beépített zsaru vagyok. Mi van akkor, ha gangster főnök leszek innentől? Te meg egy zsaru, akinek nem túlzottan van biztonságban az élete. Hát, én ezzel nem számoltam. Nagyon reális ez a film. Igen. Nagyon reális. Amúgy nagyon durva, hogy végül pont az fut be, akire nem tettek egy garas se. Hát nem nagyon számolnak ezzel a... és ez is undorító ebben a filmben, hogy ezzel a beépített rendőrrel ugyanúgy kezeli le Mr. Kang, mint amikor van egy snit, mikor a film végén először találkoznak, és akkor zöldfülű kis ilyen járőr rendőrként azt mondja, hogy jó, hát akkor te beépülsz, ahogy ott lekezeli. És elfelejtette azt a 10 évet, ami eltelt. Ő ugyanúgy tekint rá, mint a zöldfülű hülye gyereknek, akit ő épített be ebbe a bandába. Igen. És ezek a kis nittek, az a kettő visszaemlékezés, az azért nagyon a helyére teszi ezeket a dinamikákat. Igen. Tehát, hogy egyszerűen az emberi gesztus, amit attól a gangster főnöktől kapott, meg az a lekezelés, amit ettől a Mr. Kangtól. Pedig fordítva kéne, hogy legyen, igen, a realitásban, de nem. És ez egy nagyon, nagyon nagy mélységű dinamikájú film, de 2:15 körül van, de úgy leköti az ember receptorait, hogy szerintem 1 órának tűnik. Igen. Nagyon. Pedig hát nincsenek szóval nagy akciók benne. Amikor hirtelen véletlenül megállítottad, tudod, és akkor így néztük, hogy 10 perce. Azt hittük, hogy már még csak 10 perce megy, az fél, igen, órája. Igen, és már fél órája ment. Pedig a cselekmény az nem szövevényes, de nem annyira. Igen. De hát azért Mr. Kang nagy zsugája, hogy akkor ő kijátsza egymás ellen a két nagy gangster vezért, be tudja húzni. Tehát oké, be tudja húzni, de... De az az egyetlen dolog, amit be tudod húzni. Igen, ez volt az egyetlen pecsenye. Be tudja húzni, de nem tudta fölmérni, hogy a rendőrt kéne támogatni. Nem pedig azt a pöcét, azt a harmadik, a véntröttyöst, aki már rögtön mibe gondolkozott, kit kell kinyírni. A rendőrt. Meg Mr. Kangot. És szerintem Mr. Kang is hamar ment volna a levesbe.
Ez egy reális film, és nagyon erős, szerintem jobb, mint a Tégla, pont emiatt. Igen. A Tégla az egy brilliáns forgatókönyv, és főleg az eredeti, a Szigorúan piszkos ügyek, meg az a trilógia, tehát tényleg csavaros, ide megy, ilyen szál, úgy, de szerintem nincs sok köze a valódi dolgok működéséhez. Igen, ennek inkább. Igen, ez a rendező ezt érzi. Tehát nem tudom, hogy hogy lehet úgy ennyire izgalmas filmet csinálni, hogy ennyire eszköztelenül. Tehát de annyira semmilyeneknek tűnnek a jelenetei mind a két filmnek amúgy, de mégis leköti a figyelmedet, hogy úgy nézed, hogy mi lesz a következő, mi fog történni. És pedig semmi csínadratta nincsen benne. Na, abszolút nyers az egész. Igen. Úgy, ahogy kapod, naturalista. De a párbeszédek sem ezek a zsonglőr párbeszédek, hogy ilyen patikára általános. Hanem beszélgetnek egymással, történnek az események. És ezek a gengszterek sem azok a feltétlenül vérprofik minden helyzetben, hanem van, hogy a full tapasztalat bemegy, az fejbe lövik, az ennyi volt. Igen. Mert ez így működik az életben. Tehát, hogy neked rontanak négyen késsel, akkor leszúrnak. Tehát ezt nem fogod ott kivédeni. Igen. Bármennyire is jó harcos vagy. Tehát itt mindennel leszámol az összes ilyen akciófilm zsáneres, a gangster filmeket sem romantizálja, a csavaros dramaturgiát is lehúzza a klotyón, hogy nem lesz sok csavar. De pont annyi lesz, ami ül a valóságban. Igen. Amúgy szerintem a Martin Scorsese annak idején sokkal jobban vitte ezt a vonalat, mint mondjuk a Téglával. Tehát a Tégla szerintem nagyon kilóg így a Martin Scorsese-nek a gangster filmekhez való viszonyából. Igen, jobbak voltak a régi filmjei, mint például a Nagymenők, vagy a Kaszinó. Igen, azok sokkal jobban szövetséget ápoltak a realitással. Igen. A Tégla az nekem nagyon mese. Jó film, csak mese. Hát ennek a függvényében már átértékelem a Tégláról alkotott véleményemet, ez jobb. Meg a másik is. Na, hát nagyjából ennyi lett volna, amiről itt beszélgettünk. Ez ilyen mini ajánló. Igen? Hát szerintem mini ajánló, igen. 31 perc. Hát 31 perc, de lehet, hogy rövidebb lesz. Ha esetleg kivágom belőle a félórás bakinkat, akkor nyugodtan számolhatunk 25 percet. Ennyi volt. Sziasztok. Hello.